Az az ember, aki a testiektől várja a testi betegségére való megoldást, gyógymódot, aláírta a halálos ítéletét. Ismétlem: az, aki testi módon akar meggyógyulni az ő testi betegségéből, aláírta a halálos ítéletét. A mindenható Isten Jézus szavai által egyértelműen kijelenti azt, hogy a test nem használ semmit. A test nem használ semmit. A test nem tud meggyógyítani. A test képes megbetegíteni önmagát. A test képes megbetegíteni a lelket. De a test nem tud meggyógyítani. Bármilyen gyógymód, amit te hallasz kint, a külvilágba testi gyógymód, vitamin, vagy valamilyen fű, vagy valamilyen gomba, vagy valamilyen modern, vagy klasszikus gyógymód, népgyógyászat nem tud meggyógyítani emberek. Maximum eltakarja a problémát. Ezt mondja a mindenható Isten Jézus szavai által, akit mi szembeköptünk a kereszten, és ma is szembeköpünk a kereszten. A test nem használ semmit, a test képes megbetegíteni, de meggyógyítani nem képes. Meg tudja betegíteni a lelket, meg tudja betegíteni önmagát, de nem tud meggyógyítani a test. Képtelen arra, hogy meggyógyítson. A test nem használ semmit, mondja Jézus, az egész missziója, földi tájafutása, tanításának az egyik legfontosabb, Alap pillére az, hogy a test nem használ semmit. A lélek erejével tudjuk meggyógyítani saját magunkat, tudjuk egészségesen tartani saját magunkat. Ő a lélek erejével gyógyította meg a betegeket. A lélek erejével hívta ki Lázárt a sírból. A lélek erejével támasztotta fel a saját testét, mert az ő lelke tiszta volt, és azt mondta, hogy a lélek az, ami megelevenít, ezért törődjetek inkább a lélekkel, mert az képes titeket meggyógyítani a lélek. Hogyha a lélek tisztátalan, ha a testben lévő lélek tisztátalan, nincs, ahogy meggyógyuljon, lehetetlen. Hogyha a lelkünk egészségtelen, a lelkünk beteg, hogyha a lelkünk nincsen megmosva, Isten lelke által, a Szent Lélek által, a Krisztus beszéde által, a testet nem tudjuk meggyógyítani, maximum ideig, óráig életben tartjuk, meghosszabbítjuk a nyomorúságát, a lélek és a test nyomorúságát. Ezért minden gyógymód, amit hirdet a test, a testi ember, valójában hazugság. És erről beszéltem a minap, abban a felvételben, amikor azt mondom, hogy ez a sok egészséges életmód, ez a sok egészséges dolog, amit bevettünk az agyunkba, az valójában az nem gyógymód, hanem úgynevezett démon, hamis gondolat, tolvaj gondolat, Figyel meg, hogy a mai ember mennyire meg van kötözve, mert azt mondja, hogy jaj, ez a teafű, ez nagyon egészséges. Az a, az a másik teafű, az szintén egészséges. Az a gomba nagyon egészséges. És van, ahol az embereket meggyőzik arról, hogy igyák meg a saját húgyukat vagy pedig az örüléküket, mert az is nagyon egészséges. Az embernek van hite, mindenkinek van hite, csak nem az igazságban, hanem a halálban, az ostobaságban van hite. Figyel meg, hogy a modern embernek az egészsége milyen sok külső, testi tényezővel van összekapcsolva. Hangsúlyozom, külső, Testi tényezővel, amire azt mondja a Mindenható Isten, a Teremtőd, az én Teremtőm, a mi Atyánk, hogy nem használ semmit. Tehát az embernek az egészsége, testi és lelki egészsége egyaránt testi dolgokkal van összekapcsolva. Amiről ő azt mondja, hogy nem használ semmit. A test önmagában kukac emberek, a test önmagában por és hamu nem tud gyógyítani. És azt mondja Jézus, hogy az én beszédem lélek és élet. Tehát, hogy igazából az élő a szava tudná meggyógyítani a testet is, azáltal, hogy megeleveníti a lelket. Azáltal, hogy megeleveníti a lelket. Az a parázna asszony, aki a paráznasága miatt, mert így nem ír, hogy parázna asszony, csak vérfolyás asszony. De az asszony miért vérfolyásos? Mert a vérben van a lélek, a vérben van a lélek, és ő a lába között veszíti a vért. Hol veszíti a lelket? Az ő lelkét. A lába között, amivel ő visszaélt. A vaginájával, azzal veszíti a lelket. Nagyon sok nő a vaginája által veszíti el a lelket. A vérét. És a vérfolyás asszony, a parázna asszony, hallja Jézust, hallja Istennek a lelkét. Mert Jézus azt mondja, hogy az én szavam, az én beszédem, amiket hallotok tőlem. Lélek és élet. És ez a nő hallotta Jézus beszédét, és nem kért tőle sem krémet, sem ganodermát, sem kakukkfüvet, semmit nem kért. Azt mondja, ha csak megérinthetném az ő ruhája szegélyét, meggyógyulnék, mert ő tudta, hogy az ő beszédel lélek, abban van a megelevenítő lélek is, hozzáért az ő ruhája szegélyhez. Az ő öltözete, szegélyhez, de mibe volt Jézus beöltözve az élő Isten szavába. Az volt az ő ruhája, nem egy zsákruha, mi fizikai ruhára gondolunk. Az ő ruhája az élő Isten szava. Ő abba volt beöltözve, fel volt fegyverkezve az élő Isten szavával. Azt mondja a vérfolyásos parázna asszony, hogyha a ruhája szegét, ha csak éppen megérinthetném, ha közelebb férkőzhetnék hozzá, hogy még inkább mosson el, mosson át az ő beszéde, meggyógyulnék. Nem kételkedem abban, hogy ő valóságon is, valóságosan is hozzáért az ő ruhájához. Szüksége volt neki arra, hogy hozzáérhessen az ő ruhájához valami kézzelfogható tapinthatóra volt szüksége, de először, ami őt oda vonzotta Jézushoz, mi volt az? A beszéd, az ő beszéde, amit a székelyek nem ismernek, a budapestiek, a magyarországi táposok és az erdélyi táposok szintén nem ismernek. Mert gyülekezetbe járnak, és beérik avval a kevéssel, amit ad nekik a pásztor. Nincsen személyes kapcsolat, nincsen újjászületés, nincsen feltámadás. Nem érintették meg az ő ruhája szegélyét, hogy az ő lelkük meggyógyuljon, és a lelkük által a testük is meggyógyuljon. Inkább keresztényként, hívőként hittek a fűvekben, ami ma van és holnap már a kemencébe vettetik. A nánoknál sokkal primitívebb létezőktől várjuk a gyógyulásunkat, a fűtől, ami ma van és holnap nincs. És minden emberi találmánytól várjuk a megoldást. De az emberi találmányok betegítettek meg, emberek. Hogyan gyógyítson meg minket az, ami megbetegít? Nem tud, mert az mind testi, amit mi létrehoztunk, az mind testi. A testi pedig nem tud meggyógyítani. Azt mondta Jézus, az nem használ semmit. Minden, ami testi, el fog múlni. Minden, ami testi, el fog múlni. A lélek az, ami megelevenít, és ezért mondta, hogy szülessünk újjá, háromszor mondja Nikodémusnak, ne álljál be semmilyen vallásba, semmilyen szektába, ne arra hív a Isten, hogy vallásos emberként tapsikolj az első sorban, hanem arra, hogy szüless újjá, így ad a vizet, így ad az ő beszélét, és teél meg tűzzel, és szüless újjá, mert hogyha a lelked megelevenedik, hogyha a lelked meggyógyul, a tested is meggyógyulhat, hogyha a lelked nem gyógyul meg, egyenes úton vagy a temető és a kárhozat felé, tudjál róla, kemény beszéd, kihallgathatja. A viszketőfüleknek nem való beszéd ez. de aki ezt meghallja, akiben van alázó, ezt meghallja, az meg fog gyógyulni emberek. Aki ezt meghallhatja és meghallja, meg fog gyógyulni. Mert az élő Isten szava főkép, amit mondott Jézus által, amit mondott a proféták által, az apostolok által, amit általunk mond, még abban is élet van. Mennyivel inkább Jézus szavaiban, amit az emberek nem ismernek, az ő szava, megelevelítő lélek emberek. Azt, hogyha valaki megismeri, kezd gyógyulni az ő lelke, kezd átfogyni rajta az élet vize mert a jelenések könyvében egy másik allegóriában azt mondja, hogy aki szomjazik, jöjjön hozzá, és vegye az életvizét ingyen, nem kell semmilyen vallás, semmilyen szekta. Vegyétek az életvizét ingyen, és igyatok, és mossátok meg a ti belsőtöket, a ti lelketeket mossátok meg, szembesüljetek azzal, hogy miben éltetek mostanig, és fürödjetek meg, és igyatok hogy támadjatok fel az életvíz által, és tejetek meg tűzzel, az igazság tüzével, hogy általatok más is feltámadhasson a lelki halából, a lelki és a testi betegségekből. Ezt mondja az élő Isten. De nekünk egy olyan Isten kell, egy olyan Jézus kell, aki megadja nekünk a testi gyógyulást, megadja az új autót, az új járművet, az új ingatlant, az új dolgokat, meg a, az ételt, meg a mindennapi betevő falatot, amit a gyomorba beveszünk, de olyan Isten, aki nekünk adná minden nap az életvizét, hogy folyjon belőlünk is, azt mondja, aki hisz az én szavamban, annak élő vizek buzgó kútfeje lesz a szívében, a belsejében. Élő vizek fognak folyni belőle, ezt mondja Jézus, ez hol történik emberek? szégyellem magamat, nálam sem történik, néha-néha történik, de nagyon ritkán. Szégyellem magamat is, Isten könyörüljön rajtam, nyomorulton, elsősorban, de rajtad is, aki ezt hallott. Mert hogyha nem veszed az életvizét ingyen, ami ingyen van, nem fogsz meggyógyulni. Mert a vérfolyásra azt mondja, sokat szenvedett az orvosoktól, minden vagyonát rájuk költötte, és haldokolt a szerencsétlen szajha, haldokolt. Mert szerencsétlen szajhák vagyunk mindannyian, paráznák vagyunk, lelkértelemben mindenképp paráznák vagyunk, mert lelkértelemben hazuk táplálékkal táplálkozunk. A Facebookról, a közösségi médiából, az emberek szavából, az emberek véleményéből hamis táplálékkal táplálkozunk, és betegek vagyunk, és a vitaminok nem segítenek, a kemoterápia nem segít, a sugárkezelés nem segít, semmi nem segít jó formán az életvize az segítene, de az nem kell. Az nem kell az életvize. Az ő szava megelevenítő lélek, az ő beszéde lélek emberek, hogyha valaki vissza az ő beszédét is, és ha valaki ezt hallja és úgy érzi, hogy, hogy ezt nem érti, hogy túlságosan meg vagyok balandulva, akkor igen, lehet, hogy igazad van, hogy én vagyok megbalandulva, de az is lehetséges, hogy te vagy megbalandulva. Az biztos, hogy kettőnk közül valamelyik megvan van balandulva. Tehát vagy én vagyok megbolondva, vagy erről beszélek, vagy te vagy bolond azért, mert hallod az élet szavát, és nem kell, taszítod el magadtól. Az a paráznaság, amit a külvilágban látunk, amit az ember testi módon elkövet, az jelképesen azt mutatja, hogy az elbukott ember, az elbukott Ádám paráznaságban van a teremtőjével szemben. Mert ő paráználkodik a saját gondolataival, a saját elképzeléseivel, az emberek szavával, az emberek kínálta gyógymódokkal, az emberek készítményeivel, az emberek által javasolt megoldásokkal és módszerekkel. Tehát nem fogadja el Istennek a tökéletes tervét, az ő tökéletes gyógymódját, az ő tökéletes megoldását, hanem folyamatosan paráználkodik. Az emberek megoldásaival, az emberek gyógymódjaival, de az emberek gyógymódjai testiek, amire azt mondja Jézus, hogy a test nem használ semmit. Hogyha a test nem használ semmit, akkor hogyan tudna az létrehozni egy olyan gyógymódot, ami használ sehogy emberek? Minden gyógymód elhitetés, alapjában véve minden gyógymód elhitetés. Kivétel nélkül és persze Isten megengedi, hogy valaki a kórházban meggyógyuljon és vannak olyan um, kórházi, egészségügyi dolgozók akik hisznek Istenben és félik Istent és alázattal uh, ápolják a betegeiket és nyilvánvalóvá teszik, hogy Isten gyógyítja én tudok ilyen orvosokról, egészen pontosan nem orvosok ők hanem egészségügyi dolgozók akik nyilvánvalóvá teszik, hogy a mindenható Isten gyógyítja az embereket de kevés ilyen van de nincs gyógymód emberek, nincsen valóságos testi gyógymód, amiről úgy látszik, hogy egy, egy valaki meggyógyult a kórházban egy testi megoldás által, vagy egy műszaki uh, módszer által, vagy bármilyen módszer által, az is hit által történt, és kegyelemből történt, ezzel ne éljünk vissza, és ne a gyógyítót magát, ne az egészségügyi dolgozott magát bálványozzuk. Mert azáltal veszélybe sodorjuk az életünket, a lelkünket. A Mindenható Isten adja meg a kegyelmet arra is, hogy valaki akár a kórházban, akár otthon, kórházon kívül meggyógyuljon. De aki továbbra is emberi módszerekben, emberi gyógymódban, emberi készítményekben akar bízni, amiről azt mondja Isten, hogy nem használ semmit, mert az emberi test készítette. Hazugság az, hogy, hogy amit mondanak, hogy hát a vakcinát is Isten adta, meg a tudósokat is. Ügyeljetek emberek, ez az ördög doktrinája. Mert Isten teljesen nyilvánvalóvá tette, hogy az ő szava meggyógyít. Ha valaki beteg közületek, mondja jaka a papostól által, azt mondja, hogy imádkozzanak fölötte. Jöjjenek oda az ő barátai, az ő testvérei, akik lélekben vannak, mert akkor a lélek szólni fog általuk, és a lélek nyilvánvalóvá teszi, hogy mi a probléma az ő életükben. És amikor nyilvánvalóvá válik, hogy mi a probléma, és szembesülnek, és őszintén megbánják a bűnt, amit elkövettek, az élet ellenességet, amit elkövettek, akkor Isten megbocsátja, és megadja a gyógyulást ingyen ajándékba, mindenféle kenőcs nélkül, mindenféle vitamin nélkül, és nem csak a test egészségét, hanem a lélek egészségét is, mert a test nem használ semmit, a testet előbb vagy utóbb így is úgy is le fogjuk tenni. Csak a lélek megy tovább. Hogyha az embernek a lelke nem egészséges, mit ér a test egészségével? Zombi módon csoszog a világban, előre és hátra. Mit érünk azzal emberek? Egy híres sztár, nem ismertem még különösebben, de hallottam, hogy, hogy milliós meg milliárdos követői tábora van, és Isten megérintette, és ő nem szégyelte a színpadon elmondani a rajongóinak több százer és több millió ember előtt, akik ugye hallották a Youtube-on is, ezt a történetet hogy ő megtérte, megtért a karnális, bűnös üzemmódból, életéből, Krisztushoz fordult, és megkapta a megváltás ajándékát. És azt mondta, hogy ő tovább ezt a karriert nem akarja folytatni. Ez a bizonyos despacitónak az énekese. És utána néztem, hogy valóságosan megtörtént, és levoltam többenve, hogy az új talaiban is a mindenható Isten dicsőíti, és őt nem érdekli, hogy az a rajongók mit gondolnak róla, mert azt mondja, hogy Mit ér az embernek, hogyha az egész világot megnyerte, olyan sok rajongója van, és megkapott minden testi dolgot, megkapta a testi egészséget is, hogyha a lelkét elveszíti, ezt idézte Jézustól a színpadon. Ez a Daddy Yankee, azt hiszem úgy hívják. És mi a kis királyok, a kis szárok, Gyergyó -Szent Miklóson, meg Szent Györgyön, meg Csíkban, meg Marosvásárhelyen, meg Debrecenben, mi szégyeljük, hogy nehogy valaki azt így, hogy szektárs, legyél inkább szektárs ember, de legyél élő szektárs, mint halott nem szektárs, zombi nem szektárs. Mert én is szektárs vagyok, noha nincsen semmilyen vallásom, nem tartozom sehova, Mégis azt mondják, hogy szektárs vagyok. Miért? Azért, mert amit mondok, az eltér a vallások doktrinájától, a vallások hazugságaitól, amelyek mély altatásban tartják az embereket, lelki halálban tartják az embereket. Vajon melyik jobb az, hogy valaki egy klasszikus, konzervatív keresztény valláshoz tartozik, és halott lelkileg, és ottan tapsikol a padban, és nincsen feltámadva, és nem is tudja, hogy van feltámadás, nem tudja, hogy van újjászületés, vagy pedig az a jobb, hogy valakit azzal gúnyolják, hogy szektás, holott nem szektás, de van élet. Az ő lelkében van élet, van vitalitás, az ő lelke meg van elevenítve, meg van gyógyítva, és a teste is egészséges. Még egyszer mondom, azt mondja Jézus, hogy a test nem használ semmit. Ha a test nem használ semmit, akkor az emberi módszerek sem használnak semmit, mert azok mind testből vannak. A lélek az, ami megelevenít a beszédek, amiket mondok néktek, lélek és élet, ezt mondja Jézus. És háromszor mondja Nikodémusnak egymástán, hogy szükséges az embernek újjászületni, mert különben nem láthatja a mennyek országát, nem láthatja az igazságot, nem hallhatja Istent, nem gyógyulhat meg az ő lelke. Hogyha az ő lelke nem gyógyul, nem gyógyul meg, a teste sincs, ahogy meggyógyuljon. És különben is, hogyha a testét elveszíti, amit mindenki el fog veszíteni, mi lesz az ő lelkével, hogyha nem gyógyult meg, ha nem támad fel, ha nem született újjá, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten ágyon, sziasztok!